Játékos interaktív zenés műsorral örvendeztette meg a gyerekeket az Apacuka zenekar. A koncerten ezúttal a fogyatékkal élő és tanulási nehézségekkel küzdő diákok vettek részt. A zenekar énekesnője és dalszerzője elmondta, céljuk, hogy megmozgassák a kicsiket, lekössék a figyelmüket. Találkozzanak olyan apacuka életérzéssel, amit évek óta szeretnénk nekik nyújtani, hogy azok a dalok, amiket ők hallgatnak, vagy találkoznak esetleg az online felületeken, azokat most meghallhassák úgy, hogy én éneklem személyesen, szemtől szembe nekik. A zenés rendezvényre a Kisgyémántok Alapítvány jóvoltából jöhetett létre, melynek képviselői egy különleges ajándékkal szerettek volna kedveskedni a tanulóknak a közelgő húsvét alkalmából. A legfőbb célunk az a gyerekeknek az örömszerzése. Mindenképpen olyanba gondolkodunk, olyan a programokat szervezünk nekik, ami által egy örök emléket kaphatnak, és miután ez megvan, úgy gondoljuk, hogy úgy mennek haza, illetve úgy pihennek le a mai nap után, hogy ők ezt is átélték, és ezáltal vidámak, boldogabbak lehetnek. A programra három székesfehérvári intézményből érkeztek a résztvevők, az Arany János Óvoda és Általános Iskolából, a Budai Úti Tak Intézményből, valamint az Ezredévesből több mint 160 gyermek. Kajfis Szabolcs gyógypedagógus elárulta, a mindennapokban is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a tanulók minél több élménnyel gazdagodjanak és játszva tanuljanak. A gyerekeknek ez mindenképpen nagy élmény. Sajnálatos módon sokan ugye a családdal nem tudnak elmenni ilyen eseményekre, ez viszont olyan, mintha ránk lett volna szabva, tehát itt azért sokkal felszabadultabbak, a gyermekek nagyon élvezik, mi pedig pedagógusok is, hiszen az élménypedagógia az is egy szelete a munkánknak, és így, hogy zenével egybe van kötve egy ilyen zenekarral, ez fantasztikus, mind gyerekek, mind felnőttek részéről. A Köfém Művelődési Ház már nem először adott otthont a rendezvénynek, amelyek természetesen a jövőben is tovább folytatódnak. Tudtuk meg Simon József igazgatótól. Nagyon nagy örömmel biztosítjuk a helyszínt a Kisgyémántok Gyermekeket Támogató Egyesületnek. Nagy Zsolték, aki az egyesület vezetője, évről évre megkeres bennünket kitűnő ötletekkel, és hát mi állunk elébe. Az elmúlt években nagyon sok zenekar lépett fel ennek a rendezvénynek a keretében. Rászoruló gyerekeknek próbálnak meg örömet adni, élményt adni, és ezt a munkájukat mi mindenképpen támogatjuk. Az elmúlt években is támogattuk, és ezután is támogatni fogjuk. A jó hangulat pedig ezúttal sem maradt el. A gyermekek ugrálással, tánccal és tapssal jutalmazták a színvonalas műsort.